Tessék, sziasztok! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra, itt vagyunk SnowRunner British Columbia, folytatjuk tovább. Ja, folytatjuk tovább, nem tudom, hogy hol, egy-két feladatot csináltunk körülbelül még meg a történetben. Iha. Nem is tudom, nem főküldiket kezdtük el. Óriás kép. Na mi van ezzel, ez ennyire rossz? Ja nem, ennyire pályvé gumik vannak rajta. Kostumizálom először is. Kostumizáld. Kostüm. Kostüm, adok rá egy kis kostümöt. Ez suspension, stock tires. Ez 50-es. De durva volt amúgy, alig akart kijönni a, hogy hívjákból, sárból, a gumiba, vagy a highway gumiba. Hűha, ez igen jó lesz. Oké, és 50-es legnagyobb jó. Ejha. Ez van rajta. Nem is tudom ilyen, hogy platója, de az nincs is rajta. Szedő high, szedő low. Rakunk rá, meg... Nem kell. Micsoda kipuk? Kipu. Kipu, sikerült be csatlakozni? Csak most indult el a játék. Ja. Szupi. Ezek milyen... Szar. Van rá valami... Katona is tudsz, nincs. Lesz ilyen. Lesz. Olyan nehezen akar menni amúgy. Vagy csak itt ilyen sár lenne egyébként. Négyszáz literes a tankja. Viszont ehhez kéne valami cuccos. Kenworthoz képest milyen kicsi az a Longhorn. Ja, pedig ez egy óriás kamion azért ahhoz képest. Ez egy óriás, ja, igen. Elvileg fura a hangja a streamnek. Valóban? Fura a hangja? Nem tudom. Nem. Beszélj csak! Nem igazán. Hallgatom, de semmi. Nem, teljesen jó. Mit
kőkamuzni. Nem jó a lány. Hol van a BMW? Meg a John Deere. Csak a John Deere. John Deere. És nincsen. Meg a Scania, semmi más. A High Range sincs benne. Mi az izé? Longhorn. Scania 300. Most már jó a hang, minden. Vagy most nem jó? Nálam jó. Akkor jó. Nem tudom. Na rakunk bele egy kis A-os vagy B-os dörűtélét. High Range váltót még rakunk bele. Most jó? Na és akkor ja, nézni kéne a feladatot. Feladatot. Short service per parts. Kettő service per percet kell elvinni. Innen a service hubból. Vagy a fish farm storageból. És ott ugyebár van egy. Vagy valami összetettebbet? Megcsináljuk a Railway Station Warehouse-t? Megcsináljuk. Ja, ránézek én is, hogy mik vannak, aztán... Brit Columbia Gov. Hát most melyiket csináljuk így? Sorrendben, fentről lefele? Melyiket? Feladatokat? British Columbia, Cov. Aha, főpüldi. Ja, mindegy, amelyik szimpatikus igazából. Urban Industry is van, csak ott ugye már hármat kell vinni. Ez volt olyan komplexebb, nagyobb feladatnak tűnő dolog. Railway Station, az... Amúgy ezek azért... Még a másik... Másik térképen vannak. Hogy ez... Ja, nem egyszer ez. Ez egy emberes amúgy. Mi? A Fuel for the Love. Na, itt van egy nagyobb... Egy ilyen... Ez az Uncle Fish with... Hol van? Az Uncle Fish More-nál. Uncle Fish will do this job. És ott van, hogy kettő brick, két metal beams, két consumables, két concrete slab kell. Merünk egyiket ide. Ha? Mert ott nyomatjuk, ez már mehet. Jó, akkor. De várj, igazából két bricks kell, meg két metal beams. Elsősorban ide. Igazából kell egy sima teherautó, meg egy olyan teherautó, amit tud pótkocsit húzni, ez pont itt van a trailer store-nál. Hát itt van, ja, itt van. Vagy egy olyan kamion, aminek a hát lovszedül, aztán ugye egy pótkocsi, amire nem átokat. Ez ennyire béna lenne egyébként ez a... Nem béna, csak ott egymásban vannak az autók is, olyan nehezen indul meg, de amikor kijössz, akkor rohadt jó. Nekem is a Ford alig tudott elindulni amúgy. Ezt nem akarom elhinni amúgy. Ott az el van akadva. A másik bele van pugolva. Meg full olyan, mintha víz lenne, vagy ott van víz is. Hát víz van, aha, van, persze. Jó, és itt hol van Trailer Store? Jó. Bal. Ott van benne ilyen kamionok. A Royal BM. Itt van New Track is ott van benne. Új, bazd meg, hát nem hiszem el. Aha! Jaj, tűz. Jól belementem. Ki kell taposni, aztán jó lesz. De szerintem direkt lett ez így megcsinálva, hogy onnan ne nagyon jöjjön ki. Az is lehet. Mondjuk már nem fűzök sok reményt.
ehhez a kamionhoz, bazzeg, hogy néz ki belülről, mint valami ótvar. De hol van? Télesztor. Az elég lesz? Hát jobbra. Akkor te viszed a két Brix-et? Jajaja, meg a következőre felkészülök azért, aztán most a, így hozom a plótot. Aztán, hogy hátsó kerekek is fordulnak, így elég jó a... Így. Kanyarodás. Azt a... Na most tetszik. Jó. Én meg viszek egy... Akkor a faktoriba lehet metal beamset, a másik faktoriba meg brickset. Aha, ja. Jó. És akkor mi kell még ahhoz? Consumables, fish farm, concrete slab, meg a factory, oké is. Miért nem pedig... Az is kettő férőhely. Nem nagyon értem, hogy... Hoppá. Vagy a schedule high bar. Gyere elő... Ne, gyere előrébb, mert a izé... Beleakad a... De miben akad még bele, hát... Annyit előrébb... Látod? Fed... Még előrébb? Na, itt már kijövök belőle. Mindegy, húzok egy ilyet, akkor hol van? Érdekes. Na! Jó, akkor metal beams, az hol van? Bent van a kerék a földbe, az a például egyenletlen a talaj is nem lehet felpakolni. Úgy kell beállni oda abba a trailerstorba, hogy jó legyen, hogy jól álljon a pótkocsi. Igen. Aha. Ne várjál. Most jó. Hihetetlen. Mondják. Na, és itt erre kell menni a... Nem. Vagy de? Nem, erre oda kell lerakni őket. Ja, most ide vissza... A factoryhez kell menni, ugye? Factoryhez, jaja. Azt tudom, ilyen vastag kereke van annak a Mac-nek. Féle? Na, kérem szépen. Hú, mondjuk nagyon-nagyon fordul. Nem rossz ez a gép egyébként. Az igen. Jó, hogy ez négy tengelyes, basszus, el is felejtettem. De hum vagy-e? Jövök. Ez átmegy mindenem, egyébként.
Két Smetal Beams. Smetal. Jó gyorsan megy High Grinch-be. Túl gyors ez a kamion, te. Meg ahogy nézem, úgy átmegy azért elég sok mindenem. Mm. Very long con 2. Whee! Ez igen, ott bukfencezik a második port. Hát nehezen lehet felkapcsolni High Grinch-be, egyből meg akar állni. És még nincs rajta súly. Hm? És még nincs rajta súly. Ja. Hát jó, a sárba akart megállni, de amúgy megy, nem kérdez, tehát így berakom. Akármicsodába, aztán egyből megy. Ha lehet, hogy lesz rajta súly, akkor jobban fog menni. Hát lejtő lefelé biztos. Mindjárt meglátjuk, hogy... Amúgy tényleg, mint úrva, én nem is gondoltam volna, hogy ilyen nagy súlyokkal azért olyan neccesen mennek a kamionok. Mármint így a videókat, amiket szoktunk nézegetni, tök durva. Éppen, hogy alig megy aztán. Arra. Mind a kettő Factory-nél megkapjuk azt, amit akarunk egyébként? Mostani feladatban? Igen. Tehát akkor mindegy, hogy melyikhez megyünk. Ma... Ja nem mindegy, mert a... Az egyiknél van Bricks, a másiknál van Metal Beans, meg... Szép. Meg a többi. Konkrét slab. Hát konzumébesz az ugye a Fishing Farmnál lesz. Az meg igazából lerakótó nem messze, tehát igazából ezeket elvisszük a... amikkel most el tudunk vinni. És akkor az meg majd csak annyi, hogy el kell ugrani. Hoppá. Ez debír, amikor megakad a semmibe. Egyébként azt néztem, hogy nem tudom, hogy hogyan lehet multizni a Diablo 4-be. De ezért megnézted? Már tegnap még egy kicsit, de nem sokat. De elvileg csak a fullossal lehet, a deluxe-sal lehet. Ha minden igaz, de nem biztos amúgy. Régebben így volt elvileg, de... Nem tudom most, hogy mi van. Más nem jött el, hogy meg 20.000 forint. Hát, leértékelve. Leértékelve annyira. Hát most van az az áprilisi leértékelés. Ja. Láttam én is, tehát nem ér annyit amúgy, meg a játékot egy olyan 5000-et adnék érte, tehát többet így nem ér. Így is tök, hogy benne van a Game Pass-on, mert így jó van, így azért úgy rájátszik az ember, vagy eljátszik vele, de... Ja. Hát én is így néztem videót, meg így megkérdeztem a Wikit, hogy mondom neki mennyire jönnek át ezek a játékok. Igazából így elő is, hogy tök jó, hogy ugye, hogy mondta, hogy hú, mehetne, játszhatnak vele, meg ilyesmi. Az a baj, én csak azt látom benne, mint a Marvel-es játékban is, hogy
egy hétig, de azon az egy héten is max. 4-szer felnézünk rá, és akkor játszunk együtt, és ennyi. Hát körülbelül. Bár lehetne azért többet is. Jó, hát lehetne, akkor te veszed fel a Bricks-et, én meg a Metal Beams, ugye? Aha, aha. Jó. Ott ki, és ott nekem csak jól kell menni, és lehetne többet, mert igazából ugye ez egy ilyen fejlődős csapatjátéknak tök jó amúgy. Bár nem tudom milyen karakterek, meg hogyan vannak ott benne a dolgok. De az a baj a Marvel-lel például, hogy ott érted, hogy én voltam a fekete párduccal, ami a filmekben atom zsírkemény, meg mit tudom én, a játékban ilyen kombót nyomtam, olyan kombót, így ugráltam, meg mit tudom én, és konkrétan alig kaptam az XP-t. Eli megjött a Hulk-kal, nyomogatta az albetűt, és ölt a legtöbbet. Ő vitte az egész pálmát az egészre, és az a... Igen. Nagyon jó, mondom, tök jó. És akkor, nem, jó van, akkor kipróbálom a izét, mit tudom én, nem is tudom még mit próbált, valamelyik csaj karaktert kipróbáltam, mondom, izé filmekben mindig tudod, ez a... Mindenki a baszó fegyver, meg a baszó képesség, meg tudom én, és akkor jönnek a nő karakterek kis pisztollyal, maroklő fegyverrel, és akkor megváltják a világot. Igen. Mondom, hát ha a játékban is ilyen, hát elmondom neked, állandóan meghaltam, semmi páncélja nem volt, jót lőttem, tehát nem volt vele probléma, csak tényleg semmi páncélzata nem volt, hiába próbáltam így mondjuk, tudom, és akkor valamelyik izés srác meghozta a vasembert, és akkor az is igazából berepült, nyomott egy X-et, egy Y-t, és szarrá vert mindent egy két gombnyomásból is így. Az komoly. Páncélzata is van, és ez a... Jó van, fő van, hype van, mint a szar, tehát... Nekem sose volt kedvenc, hogy egyébként. De az melyik? Ezek a... Az a... Mi az? Ilyen jobb grafikájú már, meg ilyen... Aha, ja, igen, az aha, újabb. Azt vittem egy darabig amúgy azt a játékot. Én csak multiban, de... Eliékkel, de... Tehát én nem értettem, és akkor megkérdeztem, hogy melyik a jó karakter, és így, ha mindegyik jó karakter, hát nagyon jó, tényleg, nem, tehát nem. Kombókat nyomsz, és semmi nem történik, és akkor van két karakter, amin nyomsz kettő gombot, és akkor ez is, akkor ugye utólag meg bekerült ugye a izé is hozzá, a galaxis őrzői karakterek is bekerültek, hát mondom, leszek a mosómedvére, nem fel a mosómedve, azt Az nem volt rossz, de állandóan kifogyott lőszerből. Tehát, hogy kilőtt percenként 200 lőszert, ezt utána 3-4-szer eljátszottad, és ennyi volt. És utána a lőszer nélkül rohangáltam, és akkor az a... És akkor ott van vasember, akinek meg tudod így a kezéből, mit tudom, 5 darab, vagy azért 3-5 darab ilyen kis... Rakéta, minden. Hőérzékelő rakéta jön ki, és az unlimited, érted? Tehát, hogy így... Az nem fogyas sose. Csak újra kettet, hogy kilősz egyet, forogsz egyet, megint kilősz egyet, forogsz egyet, megint kilősz egyet, és akkor van egy újra töltés. Figyelj, mit tegyek föl? Metal Beams. Egy hosszabbal kellett volna jönnöm, nem? Jó fele jövök? Hosszabb cuccossal kellett volna. Miért? Ráfér, nem? Két Metal Beams ráfér. Ja, hát annyi, de hogy kellett vagy volna még több tudsz, vagy? Az van nálam hely, mert kettő darab bricks megy a hátamra, akkor a második pótkocsira megy egy konkrét slab, meg a harmadik pótkocsira egy konkrét slab, és akkor meg is vagyunk. Ja, úgyhogy igazából így az a baj nekem is a Diablo 4-el, hogy amúgy játszanám, csak hogyha ott megint ilyen karakterek vannak, hogy fú, vegyes karakter, hogy ilyen is van, meg olyan is van, meg amolyan is, csak akkor érted, hogy ez a... Van két karakter, ami ilyen tök OP, és akkor kész. Ilyen itt nem unalmas lesz a játék, tehát így... Bemegyünk csapatba, de jó, és akkor én tök mindegy, mit húzok ki... Csináltuk bármit is, bármilyen kombinációt, azt mondja nyerni, meg adnak lesz több XP, aki nyomogatja az albetet. Igen, az aztán nagyon nagy játék. Igen. Te, elakadt. Azt hittem.
Ha most például ezzel kezdtünk el játszani a Bartenderre, mert ott ugye valós, való hű minden. És a T-34 nem csak egy kis light tank, hanem az T-34. KV-1-es ugyanígy, ugye az orosz tankok. Németek közül is, hogy nehéz, meg drága, meg mit tudom én, de egyszer lősz, vagy kétszer lősz vele, akkor, és pontosan betalálsz, akkor kilövöd a három tankot is egymás után. És nincs az, hogy ezért valami full OP, meg mit tudom én, hanem valóság az egész. Hát ez... van egy kis baj. Ez igen, elakadt. Hát az még a kisebbi baj. Nálam még csak elakadt. Elborultál? Hát akkor... nem. Aha! Mi rakasztottad le? Ez a legrosszabb dolog a világon. Ezt nem szabad. Hát... figyelj. Úgy hívják, hogy daru. De nem is az a baj, hát itt van minden, ugyebár. Csak... ja, hát ja, úgyis, tényleg, ja, itt nincsen az, hogy izé egy valami van, csak... csak nem tudok innen menni sehova. Van itt lent a közelben valahol valami. Jármű, nincs is itt semmi, mi? Hát figyelj, igyekszem jönni oda, már az a következő felrakó nekem. Ja, akkor itt megvárlak, csak majd egy... ja. Addig nyugodtan menjél ebédelni. Várítom, addig meg megnézem, hogy... egy pillanat, mindjárt jövök, emeljük pisilni, meg megnézem a... közbe, hogy... hogy lehet multizni... izébe. Diablóba. Oké. Okay. Hogy van itt? Egy. Értem. Rámegy egy kis kavics, de széttörik az autó.
Hol veszel a levegőt? Ott fent. Na, megérkeztél? Még nem? Jelenleg hajósat játszok. Elakadtál te is? Nem, Nem, csak halott. hajósat játszok. Na. Érted, így megnézem, mondom, hol kapsz te levegőt? Így megnézem azon tracknak az elejét. Na, mondom, jó, majd bemegyek ide a vízbe, a mély vízbe, a mocsárba. Ugye, ha nincs rajta szellőző, ugye hanem a motorra háztető elején, vagy mit tudom, az autó elején is elég, érted? Tehát, hogy nincs mély víz. Most hát magas a jármű. Inkább. Igen. Ócóig érő víz van itten. Ócó. Amúgy megkérdezem Elit, hogyha fent van, vagy Messengeren, hogy sikerült neki tegnap valamit csinálni Diablo 4-be ketten, ugye, mert mondta, hogy Ja, szívűvel nincs fent. De játszanának. kérdezz meg, amúgy nagyjából most megnéztem, hogy hogy kell multizni. Valami fogalmam van is róla. Egyébként ilyen invite friendes tudsz van. Ja, aha. Hát gondolom olyan, mint a Marvel, hogy nem tudsz csak úgy random csatlakozni, tehát nincsenek úgy maga a szerverek, hanem neked kell kreálnod egy crewt, és akkor abba így van. be tudod hívni az ismerőseidet igazából, Így van. barátnak kell lenni. Ezt tudom, mert mi is a Marvel-nél úgy volt, hogy ugye én mentem, Eli, Sanyi, meg Elinek valami haverja még volt, és nekem nem volt friendbe a haverja a Elinek, és ő volt a host. És hiába voltunk barátok Elivel meg Sanyival, nekem mindegy, tehát azt őt is fel kellett vennem, hogy ahhoz, hogy tudjunk játszani. Tehát mindenkinek mindenkivel kell barátnak lenni ahhoz, hogy játszunk. Tehát, hogyha mondjuk mit tudom, sikerülne multizni, akkor neked is, nekem is, meg Vikinek is fel kell vennie barátnak, még Szilvit is, hogy nem elég csak az Eli. Igen. Na, majd megoldjuk, csinálunk vele valamit. De van, meg működik, mondom, én még nem töltöttem le, de mehet egyébként szerintem. Miki sem megtöltötte le, de nyomhatjuk. Benne vagyok azért ilyen kicsit ilyen változatos, szörnyes, jó is kitalált az. Világban. Jó is az. Mat. Lehet benne jókat fejlődgetni, fejleszgetni. Rock chicken. Rock chicken. Xbox-ról van. Amúgy tudod, mit vettem észre, hogy most, ahogy így skippelem az időt, kilépett a ja nem, veres van, ahogy skippelem az időt, nem kisüt a nap, hanem esik az eső, mint amikor jön a hurikán egyébként, annak az előjele, hogy esik az eső. Amúgy tök jó lenne mérni ilyen változó vihar is, hogy így dörög, villámlik, fúj a szél. Igen. Szerintem a hurikános játék, ugye most talált az eső. Igen, igen, itt esik. Most állt el nálam is. Hallom, már itt úton vagy valahol. Hát amúgy figyelj, a felhők alapjából az tök, hogy amúgy most mögöttem szép kék az ég, de fölöttem, meg ott arra fölfele előre, tök szürke a felhőzet, de onnan ja, meg süt a nap, arra is. Onnan meg világít a fény, tehát igazából ez ilyen
viharos időjárás, csak ég alapján. Tudom, hogy ég alapján. Tehát most az, hogy jön egy zivatar, tehát az nem vihar, az csak egy zivatar. Igen. Figyelj, ott a fű van, gyere. Kicsikét hadd kapaszkodjak bele az autónak az elejébe. Jobb oldalt vagy bal oldalt? Hát... Én mikor engedtem el a pótkocsimat? Az úgy megkérdezném. De jó, ott van az út közepén. Istenem. Gyors visszaszereztem. Hát most nem tudom, hogy amúgy, hogy hogy menjek oda be, hogy... Hogy ott ne akadjak el. Há, itt vagyok, segítek úgyhogy. Amúgy is vissza kell mennem, az a pótkocsi, nem tudom mikor akadt le egyébként. Egy, nem nyomtam B betűt, végig a kamerát beszaladtam. Kontroller töltöttségi szintjel. Hol fogok én megfordulni? Az is egy jó kérdés, de hát mindegy. Lök még bele, létsz a vízbe, vagy a... Azt nem akart belemenni a sárba. Hát veszett neki a térkép. Hm? Hát veszett neki a térkép. Nem tudott elindulni. Kijött a garázsból, nem tudott elindulni. Jó, ez szar. Kilépett. Az jó. Uh-huh. Arról nem volt szó, hogy ez ilyen nehéz lesz. Forról le. Erre me... Hm? Inkább menj előre. Inkább menj előre és húzzál ki egy kicsit. Hallod? Most hátra? Nem, most előre még. Na megpróbálok betolatni itt a izé mentén. Most talán. Hát csak amekkora sarat csináltam most, nem hiszem, hogy fog megműködni. Hát ja, úgyhogy inkább megpróbálok, majd nem is tudom, hogy menjek oda be. Orral. Ja, az lesz. Inkább első kerékhajtás autóval mennyi a sárba, mint hátsóval. Gondold el, mert milyen lenne, hogyha pótkocsi hajtás lenne. A szar lenne. Behúznak, hogy csak megoldjuk, gyere. Itt ekkora sár lenne, vagy ekkora sarat csináltunk? Is. Most már elvileg jó. Felülnézetes GTA. Én vagyok Matuka. Tolatva megyek előre. Rohadt kontroller. De merült.
ez a nagy szar kupaci. Na, és most. Kapiszkította. Oké, még jó, hogy ott van egy... egy oszlop, amihez... ki tudtam kicsit kötni magam. Amúgy, ahogy löptél hátulról, az jó volt. Hát, azért próbálok most is még. Ez a SnowRunner. Itt jól elástam magam. Előről nem vagy a pótkocsit tolni. Nem akarod? Hát úrról meg tolni. Ne, csak én is elakadtam. Ja. Erőnk, mozdulj már meg. Mondtam Gyuri tegnap, hogy ne edd meg a maradék kaját. Hát nehéz. De nehéz lesz, nem jó. Leültünk. Legyél. Ezt nem is nyomjam el ki gáz, nehéz. Nagyon kiúzlak. Legyült. Szerintem működni fog amúgy. Hát működött is, mert valamit letoltam rajta csak. Hát ja, csak. Bazzeg amúgy így beragadni. Kenworkot fogom. Egy jó erős, azt ide kéne hozni, azt kihúzolgatni az autókat. Yeah. Hát vagy a Kenworttal közlekedni, amúgy az lesz szerintem. Nem akad rád. Nem tudom. Erre majd én ráakasztok. Oké, okay. Már. Oké. Most oké. Ütközik el. Fú, de gyász meg a szenvedés, és ezt egészen el kell vinni a hal farmig? Vagy nem? Nem oda a kikötőhöz. Nem, az... Ja. Fú. Azzal párhuzamosan kikötő. Jó, itt erre már jobb az út. Hú, megvárlak. Csak így ide. Esik az eső. Ja, amúgy igen, igen, mostanában ugye bár nem napos idő van, hanem esik az eső. Még reggel esik az eső, hogy izé. Vagy már túl messze. És
Kicsit úgy érzem magam most, mint a farming szimulátorban, mert ott is ilyen kis helyekre be kell menni a forgózsámolyos pótkocsival leönteni, vagy pont, hogy beleüríteni. És akkor egyesével, hogy bemegyek, rárakok valamit, jöv. Az jó lesz. Mozdulj már meg! Yes, meg a szenvedés! Jó, ja, egy megvan, tehát a másik. És itt gondold már el, izé, full single-be játszol, megmarad ez itt ez a sára, hogy itt gurul, meg mit tudom én, és akkor újra kéne jönnöd még 3-4 darab ilyen trackkal. Hát ez nagyon komoly lenne. Ah. Ja, izé, mi az, mondjad már a... Földmagig turnál lefele. Na? Az? És a másak. Így. Másak Skronkred Slams. Szép, lassan. Szólj, hogyha induljak meg. Megindulhatsz? Így annyi mindent viszünk ebből, mert házat lehetne csinálni. Panelt. Már egy kicsit. Lesz izé, ja, lesz fuel station. Ja. Hol? Lent. Városkában. Yeah. Ah. Kisvárdán. Kisvárdán. Oda excelkedem. Van jó izé. Mi van ott? Kisvárdán izé van. Jó. Akka bird. Waka waka. Jaj, várj, itt le kell, kell menni egy jó próbát.
Olyan hangi van, ahogy ilyen pattognak a vasbetonlapok, mint hogyha lovagolnának. Jó hangja van. Hát amúgy itt volt bent egy olyan pótkocsi, ami neked kellett volna. Ja, igen, igen. Tankod már meg a szarodat, azt fizessél, ne haladjunk már. Láttam egy videót. Héten. Csajszi ment tankolni Mercedesét. Először ilyen 4 méterre odébb állt a üzemanyagolótól, és azt hitt, hogy el fog érni odáig a tankoló pisztoly. Rájött, hogy nem ér el odáig, úgyhogy oda vitt az autónak az elejét, hogy közelebb legyen a Z-hoz. Hát hát ugye ez hátul maradt. Az igen. Aztán kitaladhat, megfordult, mert rájött, hogy nem is azon az oldalt van az üzemanyag töltő, hanem a másik oldalt. Megfordult, és ahol először állt, odarakta az autónak a hátulját, ilyen ferdén, és akkor, de hogy az eleje az ugye... Az utolsó pillanatban, jól állt az autó, csak az utolsó pillanatban betekerte a kormányt, hogy ő maga közelebb legyen a pisztolyhoz. Tehát, hogyha kiszáll az autóhoz, akkor ne kelljen 5-6-ot lépni. Pisztolyhoz, hanem csak 2-t. Tehát az autónak a hátulja meg 5-6 lépéssel volt odébb, és nem ért pont el oda. Nagy nehezen odaállt, mentek neki segíteni. Szóltak neki, hogy nyissa ki hátul a csomagajtó, vagy mi a csomag. A töltő nyílásnak az ajtaját. Új Mercedesről beszélünk. Belül van egy gomb, meg kell nyomni, és ki fog pattanni. És elkezdték neki magyarázni, és mondta, hogy nem, hát oda kell menni, és a műkörmével elkezdte baszoktatni, hogy kinyitja. Majd ő kinyitja. Ő az ő autója, ő tudja. Foglak. Köszi. De jó lesz most így súlyjal végigmenni ott a mocsáron. Nem lehet kerülőt menni valamelyre? Hát... Ez túl nagy kerülő, mi? Ja. Aha, ja, hát az nagyon. Igen, ja. Hát ez az egyetlen olyan út van. Left the game. Azt írja, hogy lefteltél. Haló? Meg a partiból is mindjárt. Hát akkor... jó. Hát pillanat és jön.
Na haló, olyan Dexi. Elment. Fasza. Fú, nekem nincs kedvem már tolni, lehet, ízik, elmegyek egy kicsikét, járok egyet. Meg egy kört, ezt majd később visszajövök szerintem.